nem volt elég hatékony a nyugati fegyverek beszerzésében. A hírek szerint zárt körben ezzel indokolta az ukrán elnök az egyik legismertebb kormánytag a külügyminiszter menesztését. Dmitro Kuleba mellett más fontos területek irányítói is beadták a lemondásukat, minden bizonnyal nem saját elhatározásukból. Az ukrán ellenzék bírálja Zelenszkij tisztogatását, többek szerint az elnök letért a jogútjáról. Denis Majuszka, igazságügyi miniszter, Oleksandr Kamisin, a stratégiai iparágakért felelős miniszter, valamint Ruszlán Strilec, környezetvédelmi miniszter. Ők azok az ukrán kormánytagok, akik kedden indoklás nélkül beadták a lemondásukat. Ahogy távozott az ukrán vagyonkezelő alap elnöke és az Ukrajna-európai integrációjáért felelős miniszterelnök helyettes, illetve az ideiglenesen megszállt területekért felelős miniszter is. Volodymyr Zelenszkij pedig elbocsátotta a helyettes kabinetfőnökét. Sejthető volt, hogy a vezetők távozása nem önálló döntés, amit tovább erősített, hogy Volodymyr Zelenszkij kedden arról beszélt, a személycserékre a kormány megerősítése miatt volt szükség. Vagyis az elnök elégedetlen volt a miniszterekkel. A legnagyobb meglepetés azonban szerdán jött, amikor Ukrajna egyik legismertebb politikusa, a külügyminiszter jelentette be a távozását. Dmitro Kulebának kiemelt szerepe volt, hogy szövetségeseket és fegyvereket szerezzen Ukrajnának a háborúhoz. A kormány átalakítása a háborús célok elérését szolgálja, közölte az ukrán elnök, aki köszönetet mondott a távozó vezetőknek is. Új energiára van szükségünk, és ezek a lépések államunk megerősítéséhez kapcsolódnak. A nemzetközi politika, a diplomácia sem kivétel. Nem tudom megjósolni, hogy az egyes miniszterek mit fognak csinálni, mondta Volodymyr Zelenszkij, aki később zárt körben arról beszélt, Dmitro Kulebának azért kellett mennie, mert nem volt hatékony a nyugati fegyvertámogatások megszerzésében. Minden akció az elnök és hivatala hatalmának központosításáról szól, értékelte az egyik ellenzéki párt képviselője a tisztogatásokat a Politikónak. A politikus szerint Volodymyr Zelenszkij a háborúra hivatkozva letért a jogútjáról. Ennél is súlyosabb állításokat fogalmazott meg egy korábbi ukrán hivatalnok, aki szerint Dmitro Kuleba vesztét a rendszeres konfliktusai okozták Zelenszkij kabinetfőnökével. Andrei Jermak állítólag neheztelt a volt külügyminiszterre, mert jó nemzetközi kapcsolatai voltak. Dmitro Kuleba nem kommentálta a távozását, viszont a közösségi oldalán nyersen szólította fel Ukrajna támogatóit a fegyverszállításokra. Azt írta, haladéktalanul adják át Kijevnek a megígért légvédelmi rendszereket és lőszereket, illetve engedélyezzék, hogy azokkal nagy hatótávolságú csapásokat indíthassanak oroszországi katonai célpontok ellen. Hiába támogatta mások mellett Amerika és az Európai Unió eddig 122 milliárd dollár értékben egyebek mellett fegyverekkel Ukrajnát, Kijev folyamatosan újabb és újabb segítséget sürget. Az Amerikai Egyesült Államok egyelőre nem járult hozzá. Volodymyr Zelenszkij a legmodernebb fegyverek mellett azt is követeli, hogy a NATO keleti államai lássák el Ukrajna légvédelmét, és hogy az amerikai fegyvereket is be lehessen vetni Oroszország területén. Erről beszélt a biztonságpolitikai szakértő az M1-en. Horváth József szerint kicsi az esélye, hogy Zelenszkij mindent megkap, amit akar. Az amerikai elnökválasztás előtt én nem vagyok benne biztos, hogy a jelenlegi amerikai kormányzat szeretné azt, hogy amerikai fegyverek jelenjenek meg és mérjenek csapást mondjuk Oroszországban, ne adj Isten Moszkvára vagy Szentpétervárra. Az ukrán elnök részről én úgy gondolom, hogy ezek a fronton látható eseményekre adott igencsak kétségbe esett reakció. Közben a kormányválság közepén az IMF húsba vágó megszorításokat követel az ukrán kabinettől. A Nemzetközi Valuta Alap egyebek mellett a hrivnya leértékelését, kamatcsökkentést, hatékony adóbeszedést és adóemelést vár el Kijevtől a támogatások folytatásáért cserébe.